Úgyhogy a játék, amivel ma este játszunk még, a Martha's Dolls című játék. Az a címe, hogy Broken Through. Egy teljesen váratlan megjelenés így ma este, aminek a címe I'm Counting to Six. Graveyard. Rotten Flesh. Super normal. Szóval a játék címe a Ez valaki fennek festékes volt a... Tehát itt még... Itt még egy olyan 47-es lába volt valakinek, itt meg már összement. Tehát itt van egy olyan 38, maximum 37, 38 között, és valamiért három lábú. Ezt nem mondtátok, hogy itt járt a három lábú szörny, a híres, nevezetes háromlábú ember, José atya, itt volt! Minden összeáll! A templom, José, a háromlábú ember, véletlen lenne? Eltűnt a... Jesus. Someone is digging a grave. Check it out. Hát persze. Halló? Itt tetszik ásni? Nem ásunk? Hát nézd már ide. Hát ez kiásta itt teljesen ez. Ez... Hogy? Jó? De hogy lehet ilyen lányom? Ez hogy lehet? Várjátok, ez úgy lehet, amúgy, hogyha jól megnézzük, hogy... Csak olyan, mint hogyha... Na mindegy, szóval páros lábbal ugrik, aztán fél láb, páros láb, fél láb, páros láb, fél láb. Valahogy így lehet ezt kivitelezni. De most ti látnátok kamerán, csak kérdezem. Ha ti látnátok kamerán egy ilyen embert itt bent, itt ebben a rohadt templomba, ti oda mennétek amúgy? Mert én kurvára nem. Itt tetszik lenni? Tessék mondani. Azt kell mondjam, hogy a pulzusom felszökött. Egy kicsit most felszökött, mert erre most nem számítottam, hogy itt a képen beugrik egy ilyen szar. Jó volt ez. Ide figyeljél. Te démon. Ki kell fújni. Így. Menj ki, fúj démon. Menj ki belőle. Aktrani noj. És mondom neked, sátánc. De egyértelmű, hogy valamit kell mondjunk itt, mert ez így nem állapot. Jaj, mi? Ez mi? Ez mi ez a kis... Srácok, ez mi? Most itt a kérdés az, hogy mit kell abba beledugni. És ha beledugjuk, miért lesz jó? Pénisz méter. Ja, ez egy forrasztópálka, tényleg. Nem tudtam, mi ez. Halló, démon? Démon, itt vagy? Én itt vagyok, démon. El kell fújni a gyertyákat, démon. Figyeljetek! Hoppá! Visszamentünk a VHS-es korszakba! VHS Jani izon. Azt mondja, new game és no jumpscare mód. Hát ki az a csöves, aki no jumpscare módba akar játszani? Szevasztok, szevasztok. Jól láttam, srácok, hogy ez egy seg volt, aminek volt keze meg lába? Ez egy seg. Ez egy járkáló seg. Miért játszok ilyen játékokkal? Én is azt mondtam, az meg. Kurva anyád.
milyen aranyos, kedves fogadtatásban van részük, srácok, ugye? A brit akcentusa van. Te elbasztad a lámpát, te kis szar. Elbasztad a lámpánkat? Szemét! Milyen szépen énekel. Itt valaki. Én is tudok így énekelni. Jaj, a Budit nem néztük meg, srácok. Igazatok van amúgy nagyon. Hát ez elmondanám nektek, hogy ez itt teljesen rendben van ez a Budi. Hát ez ahhoz képest, hogy egy horror game, azért ez komolyan, és még be is van rendesen kötve. Nem ám csak úgy ott van a Budi. Ez... Na. Furcsán tiszta? Hát valahol a bábuknak is kell kakilni. Ez a sátánc. Megszállta ezt a gyereket, a sátánc. Jól mondjátok. Ki kell belőle űzni. Sátánc? Itt vagy? Én itt vagyok. Az mi? Itt valami? A pia? Eltűnik a pia? Underground small door. Nem tudom felvenni. Aha. Ez kéne nekem. Hát ez... Csodálatos volt. A kurva! Fasz meg. Az egész. Jó. Hát akkor mehetünk tovább. Gondolom, most kaptunk egy kulcsot, ami több, mint valószínű, hogy... Igen, ami több, mint valószínű, hogy a pincét fogja majd kinyitni nekünk, ha nem fostam volna össze magam. A következő részben találkozunk. Van ennek a játéknak amúgy. Hello, welcome to a unique horror experience that will give you goosebumps. You will have to explore places where no one would ever have the courage to enter. Places haunted by evil entities. Hát ez a felmondás nagyon durva. A fényszinkronizációt. Hát megbassz, esküszöm. Kurva jó zenéje van. Jó. Na, srácok! Kezdjük el! True szenárió! Megőrülök! Az a baj, srácok, hogy én egy picit se félek, tudjátok miért nem? Elmondom nektek. Azért nem, mert annyira tapasztaltak vagyunk, hogy most mi jöhet? Értitek? Mondani. Ott mi? Kitört a nyaka. Jó mondjátok, messzes volt a gerince, amúgy. Kinyílt. Jó. Ez nem volt jó. Ez mind ilyen izé. Amúgy meg van valamilyen elő. Itt keresíti a aranyos kutya. Érzem most a seggembe, hogy itt ez most hamarosan meg fog történni, srácok. Itt elkerülhetetlen, hogy be fogunk fosni. A kurva anyját az ágy alól.
A grafika eszméletlen. Ilyen perverzióm van ezekkel a játékokkal. Tudom, hogy nektek is. Ne nézzetek így rám. Hogy a kurva életbe? Basz meg! Jajjaj. Basz! Azt a kurva élet! Rendesen befostam! Ne! Csak ezt a kibaszott csatornát ne! Hát ez az egyik legnagyobb félelmem nekem, hogy itt valami jön szembe. Valami jön mögöttünk! Nem jó! Hallom, hogy kúszik! Jön! Kicsi, nagyon közel van, basz! Nem jó! Nem jó! Nagyon! Mi? Nem. Nézzétek itt a szivárványos pad Budapestről. Bekerült az Amiga Games-be. A legenda. Nem hiszem el. Hú, hát ez a zseblámpás sztori, ez... Hát ez most jó lesz. Van-e? Vagy nincs-e? Majdnem sikerült kimondjam, hogy van áram. Nincs-e? Voltál? Tessék csak mondani, Marika, itthon tetszik lenni? Pösi néni! Itt a tyúk! Az mi a fasz volt? Bözsi néni volt? Uh-huh. Jó. Halljátok ezeket a hangokat? Kis bábuk, én nem fordulok meg. Tehát itt egész egyszerűen most nem fordulunk meg, mert érzem, hogy itt van valami mögöttem. Én nem. Na most, nagyon sokáig el tudok így beszélgetni veletek. Hogy vagytok? Így ma este. Én nagyon jól. És egyszer csak így hopp! Nincs itt semmi. Áh! Tipikus. Tudja, hogy a konyha. Azt a kibaszott kopogós kurveget, azt hittem itt kopognak. Úristen, mi a fasz? Nem! Ezeket nem! Na jó, megvan három kulcs. Minden egyszerre fog megbaszni. Érzem. Ez egy kibaszott gruppen lesz. Egy kibaszott gangbang lesz, értitek? És itt én leszek az áldozat, az a baj. Tussuk a fény. Nézzünk akkor idebe. Fú, baszki. Na, budi vizsgálat indul. Kicsit vízköves, húgyfoltos a budi. Már nem tetszik. Hello? Are you here? Azt mondták, hogy igyekezzünk nagyon angolosan beszélni. Are you here? Mondom, hogy mi történt. Egész pontosan. A lány valószínűleg halat evett. Miért gondolom, hogy halat evett? Kurva sok a légy itt a budinál. Szóval, halat evett a lány. Halevés közben rájött arra, hogy bassza meg, nem mosogattam el. És abban a pillanatban odament a mosogatóhoz, megvágta a kezét, sietett, mert tudta, hogy jön haza a fater. Nagyon-nagyon sietett, de közben basszusa rájött, hogy szar volt a hal, és összehányta magát. És itt hány. És itt utána mosta meg a kezét. Így van. És ez a kedvenc hangszere. Aha, de miért ült le zongorázni véres kézzel? Nagyon rosszul volt, és elkezdett zenélni, hogy úgy érezze, hogy mégis van valami jó.
abban, hogy szart tevet. Sophie, are you here? Nem olyan hangja volt, mint Sofiának. Sofi! 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 Can you hear me, Sofi? I'm not scared. Sofi! Sofi! Can you help me, please? Can you help me? Seprű mindig is itt volt? Ez gyanús, ez a seprű.